Lassan lezárul az őszi időszak, és közeledik a tél. Az etetés egy humán segítségnyújtás. Ha erre nem lenne lehetőség, madaraink akkor is túlélnék a telet, de más kondíciókkal, mondja Lasszik Dénes madárvédelmi referens. A Dunadráva Nemzeti Parkigazgatóság munkatársa azt mondja, azonban a humánus gondolkodás madáretetőket hozott létre. A téli madáretetés a cinegeféléket célozza, illetve a csúszkákat, ezeket a fajokat, amelyek nyáron, költési időszakban rovarokat fogyasztanak. Ilyenkor azonban a rovarokat nehézkesen találják, meg ugye nincsen a fejlődési ciklusukban olyan állapot a rovaroknak, amikor ezek a madarak elő, elég mennyiséget találnak belőlük, ezért segítjük őket a téli túlélésben. Sokan azt gondolják, hogy a madarak azért vonulnak el, mert hideg van, tehát akkor nem lennének itt a cínegék sem. Tulajdonképpen a táplálék hiány az, ami elhajtja innen a madarainkat és a cinegék azok kisebb csapatokban átböngészik az erdőt, kéreg alatt megbúvó rovarokat, a levelek alatt az avarba megbújó pókokat összeszedegetik, de a nagyobb mennyiségűeket nem Tudja ellátni az erdő sem, illetve a városi környezet sem, ezért szoktuk etetni télen a madarakat. Sokan azt gondolják, az odú is alkalmas a madarak etetésére. Ez tévedés. Az odú fészek rakásra, költése alkalmas, etetésre nem. Az etetők nyitottak, a táplálék könnyebb elfogyasztására alkalmas felületek, teszi hozzá a madarász. Az időben felkészülés azt jelenti a madáretetésben, hogy etetőket rakunk ki, a ház körül, bárhol a kertben, az ablakba is lehet akasztani egyedetőt. És az a lényeg, hogy ezek a madarak, amelyek itt maradnak és a mi segítségünkre szorulnak, mondjuk, ezek ugye nyáron állati eredetű táplálékon élnek, fehérjedús kukacokat fogyasztanak, és ilyenkor télen pedig olajos magokat szoktunk nekik kirakni. Tehát ha kiteszünk kukoricadarát mondjuk, vagy búzát, azt a cinegék nem fogják megenni, esetleg a ház körül érő mezei vagy házi verebek eszik ezt meg, mert ők ilyen minden evők, de a cinegéknek ez nem lesz megfelelő. A rigóknak almát tehetünk ki, ezek szeretik a gyümölcsöket, ezek jól elállnak télen is, és tök magot, napraforgó magot tudok javasolni. Az etetők azok általában olyan készítmények, hogy oldalról nyitottak, tehát viszonylag nagy felületet kell biztosítani a madaraknak, hogy megfelelő mennyiségű etetőanyag beférjen. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az emberek sokszor összekeverik a, ezeket a fogalmakat, kitesznek egy madár odút, amiben költenek a madarak, kicsi a, a bejárata, ez arra szolgál, hogy ők el tudjanak bújni a költés ideje alatt, tehát egy kis lyukat látunk egy odún, akkor az egy madár odú, abban költeni fog. Abban ne tegyünk neki magokat, mert igazából csak egyesével tudnak bemenni, sokkal nagyobb veszély nek vannak kitéve, hogyha egy macska mondjuk a közelben ólálkodik, és kifigyeli, hogy az odóból mindig kirepül egy madárka, akkor esetleg könnyebben elkaphatja. Az etetők azok nagyobb felületű oldalról nyitott készítmények, és vannak még a kalitkák, amik meg oda benne a díszmadár tartásra szolgálnak, az a harmadik kategória, amit meg szoktak említeni az emberek, így az odúk és az etetők kapcsán. Tehát fontos, hogy etetőt tegyünk ki, akár az ablakba, ez lehet egy petpalack kivágva, jó, hogyha esetleg van rajta valami fólia, vagy nem átlátszó teljesen, mert akkor nehezebben veszik észre a bejáratát, de megtalálják hamar, ezeket egyesével tudják használni. A nagyobb dúcetetőket, amelyek itt nálunk a pintérkertben is ö, találhatók, ezeket több madár is látogathatja egyszerre. Pécset és Baranyában a legjellemzőbb fajok a színege, a csúszka, a pincsfélék, mint az erdei téli pincs tengelic. Élelmük főleg a magvak, mint például a napraforgó maghéjastól nyersen, a tök magadió dió vagy az állati eredetű zsiradék. A, a szalonnát is nyugodtan ki lehet akasztani. Az a lényeg, hogy nem sózott, nem abált szalonnát <gül> <gül> kell kiakasztani, nem füstölt árult, vagy ilyen nagyon kemény dolgokat. Az, a legtöbbször ezek a madarak, hogyha mondjuk egy vadászház környékén jár valaki, és azt vesz észre, hogy vadászat után mondjuk kitették az állat lenyúzott bőrét, erről lecsep, a, zsíradékot is, tehát a, nagyon jó tisztító szolgálatot tesznek. Igazából ők ugye állati fehérjén élnek az év nagy részében, tehát ez nem áll távol tőlük. Sokszor a nagyobb termetű cinegék, például a széncinegék, ragadozó módra is áttérnek, tehát nagyon sokszor megfigyelték, hogy például a barlangokban telelő denevéreket megeszik. Még a folyadékbevételről is kell gondoskodni. Azt szoktuk mondani, hogy a Mondjuk egy kerti csapot, hogyha csöpögőre állítunk, az megfelelő lehet a madaraknak, télen is isznak és fürdenek, tehát a, a nagy hidegekben is szoktak fürdeni a madarak. Ez is jó, hogyha egy itatót kiteszünk, csak arra kell figyelni, hogy a nagy hidegben ugye ezek gyorsan megfagynak, ha egy tálkába vizet teszünk. Ezért szoktuk javasolni, hogy valami folyóvizet vagy valami mozgásban levő vizet, mert az később fagy meg. Tehát, hogyha azt meg tudjuk oldani, hogy nem teljesen hideg vizet teszünk ki, az is sokáig tart nekik, tehát hogyha... Olyan csöpögőre állított csapunk van, amit esetleg nem teljesen hideg vízzel tudunk működtetni, akkor az egész télen megfelelő fürdés, illetve ivási lehetőséggel szolgál a madaraknak. A téli madáretetés a legtöbb fajt érintő legfontosabb és legösszetettebb madárvédelmi tevékenység. Ilyenkor a megfelelő formában és módon kell etetni a madarakat, ugyanis ez nagyon fontos a harmonikus ökoszisztéma megtartása érdekében. Érdemes megfogadni a szakember által adott tanácsokat.